Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Líceum Televízió lelátó című adását látják. Önök az NB1B kelet férfi kosárlabda csapat 17. fordulójának mérkőzését látják, amikor is a Nagykáló fogadja az LKF Hész Gépszok csapatát. Érdekes meccsnek nézünk elébe. A csapattól olyan kommentárokat kaptunk, hogy figyelni kell ezen a meccsen. Azt mondták, hogy nem lesz egyszerű. Hát majd kiderül. Így van, otthon mi már játszottunk a Nagykáló ellen, akkor simán vertük a Nagykálót, hát most majd kiderül. Nézzük a csapatot. Máté Balázs Rusznák, ugye, aki természetesen ugrik a labdáért. Ugi, Zsemje, illetve Zsíros Gábor. A kezdő csapat. Jó, a Hész megszerzi a labdát. Indul a támadás. Ugi. El kell mondanunk már itt az elején, hogy Fazekas Csaba megsérült, ugye a Pécs elleni Magyar Kupa mérkőzésen az ujját fájlalja, méghozzá a jobb kis ujját, úgyhogy teljes erőben gyúr a jövő heti Vamszler SS Algotarján mérkőzésre. Adorjáni lepattan, Máté, Ugi. Megvan az első pont. Méghozzá a miénk jó voltából egy három pontos. Ugi Albert a pontszerző. Adorjáni. Lakatos. Gergely Csaba és Zalai Ákos a játékvezető. A miénket találták szabálytalannak, tehát oldalról jöhetnek a nagykálóiak. 9-essel Oroszváros Tamás dob be. A labda Lakatosnál. Szép próbálkozás. A Hész megszerzi a labdát. Zsíros fut előre. Hátrapassz Máténak. Ugi és Zsemje párharca. Szorosan védekezik a Nagykáló, ezért Zsemje nem is tudja bedobni a labdát. 12-essel Adorján halad előre. Oroszlán egy passzolt Lakatosnak, nem van. Ugi három pontosa, simán, csont nélkül. Ez a második három pontos. Ismét Adorjánál a labda. Passzol Veklinek. Vekli próbálkozik, és bent van. A két edző, Széles Kovács Gyula az Egriek edzője, illetve Kovács Tibor a Nagykálói KE edzője. 8-assal Ugi jön előre. Zsemje szorosan fogja Adorjánit. Távoli talál. Ez szép volt. 12-essel jön előre Adorján. Ugi fogja, elpasszol Lakatosnak. Lakatos rápróbál, mellé. Máté Balázsi a labda közben. Ugi viszi fel, és egy cseppet, hogy is mondjunk, önzőzik. Egy eladott labda. Oroszvári Tamás ittere, amit Rusznák Zsolt sem tudott megállítani. Újra alatt Zsíros. Passzol Uginak. Ez a három pontos nincs bent, sajnos. A tabella második helyén áll az LKF Hész Gépszok csapata, és a Nagykáló pedig a 9. helyen. Oroszvári rápróbál, de nem nincs bent. Labda ismételten Lakatosnál. Passzol Oroszvárinak, Oroszvári tovább. Adorján is rápróbál, és ismét nincs bent. Zsíros előre. Passzol 8-asra Uginak. Ugi tovább adja Máté Balázsnak. Zsíros. Szép. Adorjánál a labda.
lelki. Állás 11-8 az EKF hézgépésznek. Lelki József egyébként a nagykállóiak csapatkapitánya. És Pető György nincs a mérkőzésen sérülés miatt nagykállói oldalról. Egyszerűen még egy fontos játékos utás sincs itt. Zsíros bepróbálja, nincs bent. Közben. Ajjajjaj. A Doriani. Lakatos nem talál be. Ismételten jön Ugi. Zsemje kéri a labdát. Ugi nem passzol, és így eladja a labdát. Lakatos passzol előre, amit Lelki József értékesít. Hát. 11-10-re vezet az LKF csapata. Igen, könnyedén. Zsíros indul hátulról. Passz a Zsemjének. Zsemjé tovább Rusznyáknak. Tizenkettessel Adorján a labda. Lelki. A Lakatos. A labda már Lakatosnál. Talpasszol Oroszlánynak. Oroszlán ébe dobja. Egyébként az előző fordulóban az LKF fogadta az Univer Kecskemét csapatát, és akkor 125-86-ra nyertek a mieink. Szép mérkőzés volt, reméljük ez is ilyen lesz. Ugit blokkolják. Máté Balázsnál a labda. Rusznyák rápróbál, de nincs bent. Nagy kálóiak toppon, és nem értik a bíró javaslatát. Egyébként Bús Milán és... Igen, tehát Bús Milán már az edzőpadnál jelentkezett, hogy ő bizony jönne cserére. És jött is. Lakatos István ment kispadra. Ugi! Jajajaj! Oroszvári Tamás állította meg csúnyán Ugi Albertet. Hát ez nem tudom, te faltnak láttad? Egy kisebbnek, igen. Igen, meg is kapja maga faltját Oroszvári. Ugi. Ugi tovább adja Rusznyáknak, Rusznyák vissza Uginak. És Zsírosnál a labda, rápróbál, nincs bent, az ellenfél megszerzi a labdát, Bús Milán előre, tovább adja Oroszvárinak. És végül... Lelki több pattant ki. Ugi előre törött. Igen, Ugit mindenféleképpen próbálják leszerelni, ezért is történt ez az incidens az előbb. De Ugi pedig nem passzol, nem tudom, hogy te ezt hogy látod. Kicsit agresszíven játszik, próbál pontot szerezni, de... Igen. Hát mindenképpen értékelendő az igyekezet. Igen, kicsit labdával több, mint Bushman. 3 perc van még hátra. És nagyon nem láttuk még játékba Máté Balázs sem. Így van. Bushman értékesíti. Zsírosnál a labda, támad a hész. Tovább adja Rusznyáknak. Rusznyák vissza. Zsemjé a labda. Zsemje próbál mindenkit megjátszatni, ha egyszer hozzájuk kerül a labda. Fazekas több közben a kispadról utasítja a többieket.
oldal, dobás. Dobást elvégezte Zsíros, Uginak passzolja, Ugi tovább Rusznyáknak. Zsemje küzd négy káló, két nagy káló ellen, jaj! Zsíros ki Uginak, Ugi rápróbál, és épp hogy! A lepattanó Rusznáki, amit meg is tapsolnak a többiek. Beadást végzi Zsíros. Rusznák vissza Zsírosnak. Oroszvári. Volt ez, aki kipöccintette. Mohácsi értékesítő. Időkérés. Igen, 17-14-re vezet a nagykáló. Annak ellenére, hogy úgy indult az egész mérkőzés, hogy Ugi Albert 2-3 pontos is értékesített. Egyelőre kollégi lenne elszólni, úgyhogy várjuk meg. Legyünk bizakodóak. Hát, mindenképpen kell, egy rutinos csapattal van dolgunk. Schneider pedig, hogy látom, melegít. De rá is sor kerül most, hogy Fazekas nem játszik. Igen, csere esélyes. Játékon kívül továbbra is a labda. És... ha megfigyeljük a 16. fordulónak az eredményeit, akkor látjuk, hogy az óbudaiak szépen megverték a debrecenieket 176-ra. Na igen. Ez szép mérkőzés volt. Akkor a bajai bácska fogadta Jászberényt otthonában. 80-72-re verte őket, ugye már szóltunk az LKF és az Univer Kecskemétnek a mérkőzéséről. Itt született a legtöbb pont, 125-86-ra verték a miénk a kecskemétieket. A szegediek simán verték a tiszaújvárosiakat, a szolnoki főiskola pedig ugye a nagykálót 105-49-re, ami azért egy nem kis teljesítmény a szolnok jó voltából. Ahhoz képest jól hozza a formát a nagykáló, én azt mondom. Igen. Az Újbuda pedig kikapott Salgótarjántól otthon. Közben Uginál a labda, adja tovább Máté Balázsnak. Zsemje kipasszol Máténak. Ki elhagyta a labdát. Nem sikerült rápróbálni, semmi probléma, megy tovább a meccs. Schneider jött Zsíros Gábor helyére az időkérés követően. Ugi! Nincs bent. Lepattan. Megszerzi a labdát. 15-össel jön előre Busmilán. Keresi az embert, várakozik. Mohácsi a megfelelő jelen pillanatban. Nem próbál rá visszapasszolni a Busnak. Bus rápróbál, nincs bent. Megszerzi a labdát Zsemje. Igen, szorosan védekezik most az Eger. Ugi. Schneider üresen. Ki is használja ezt Ugi. Rápróbál, szép. Rusznák Zsolt első pontjait láthattuk. 17-16-ra módosul az állás a labdabús Milánnál. Támad a nagykálló. Majdnem elvesztik a labdát. És megvan. Schneider. Ugi. Ugi üresen egy zitterrel. Szép. Támadással átvette a vezetést az LKF 18-17-re. Kicsit több, mint egy perc van még hátra. Igen, ebben a fordulóban ugye már a Jászberény a Tiszaújvárossal megmérkőzött, és ekkor a Jászberény 109-79-re verte a Tiszaújvárosi Főnix KK csapatát. Ma az első mérkőzés a Debreceni Egyetem és az Újbuda közti mérkőzés volt. Látom, szoros eredmények nem nagyon születtek még a szezonban. Hát azért az a 149-es Szolnok nagykáló mérkőzés, azért ez egy kicsit oda tett. Hát szorosra gondoltam, mert mint kis pont különbség. Olyan szorosra. Hát... Majd meglátjuk. Az Egrieknél is volt már rá precedens, de ne legyen ez szoros. Hát remélhetőleg a meccs mindenképp izgalmas a nézők számára, szóval...
talán nem túl eredményfüggő. Egyelőre szép játékot láthatunk, falt, nem sűrűn volt. És reméljük, az Eger hozza a formáját, és hozza az úgymond papírformát. Igen, papírformát. Nem mertem kimondani, mert ilyenkor jön a baj. Jó. Neki a labda, tovább passzolja a Busmilánnak. Lápróbál a Nagy Kálló. Üresen csak Tóth Tamás van, Tóth Tamás visszaadja Busmilánnak. Busmilántól tovább Mohácsinak. És Mohácsi értékesíti. Sajnos Mohácsit simán engedték az egriek. De majd Schneider zicsere. Nincs meg. Nincs bent. Megszerezte a labdát a Nagy Kálló. Lökés. És Máté Balázs borult. Feltette persze a kezét. Lelki József büntetőjét láthatjuk ebben a pillanatban. Az elsőt értékesíti. És a másodikat is. Hiába futott Tóth Tamás. Semmi probléma, a labda ismét Uginál. Ugi tovább egy a zsemjének. Húsznyák. Schneider jön megmenteni a helyzetet. Húsznyák vissza rápróbál, de nincs bent. Ugi megszerzi, ismét rápróbál. Ez sincs bent. Ugi agresszíven, Nagy Kálló nem is érti. Nem engedi ki a Hész a labdát a kezéből. Ugi közelít. Schneider három pontosa, lepattan ez is. Hát nincs ma velünk a szerencse. 21-18-ra vezet a Nagy Kálló az első félidő végén. Az LK felig sok esélyt hagyott ki az első negyedben. Semmi probléma. Nincs helyzet, ami visszahozhatatlan. De egyelőre a játék lendületes. Jól játszik mindenki. Igen. Hát elég sok a pontatlan, én azt mondom sok, még igen. Most. Főképp ugye mi részünkről. Igen. Egyelőre örüljünk neki, hogy a játék amellett lendületes, hogy faltok nem igen. Sűrűn vannak, tehát... Ez is ritka egyébként. Igen, eléggé. Már egy élvezhető játék alapjait megkaptuk az első negyedben. Reméljük, hogy tovább örökítik ezt a következőbe. Kíváncsi vagyok, hogy Zsíros Gábor visszatér a pályára, vagy marad Schneider Zoltán. Hát, nehéz. Nagyon nehéz. Egy perc, 8 másodperc múlva kiderül. Csapatok egyelőre taktikai megbeszélést tartanak oldalt. Zsíros nem úgy tűnik, hogy visszatér. Hát a következő mérkőzés egyébként, ugye az otthon lesz, méghozzá 21-én, amikor is a Vamszla és a Salgótarjánt, a tabella vezetőit várjuk otthonban, otthonunkban. Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban egy hatalmas mérkőzésre számíthatunk, és reméljük minél többen eljönnek. Szombaton 17 órakor kezdődik egyébként a mérkőzés. Igen, igazi gigászok harca lesz, ha ez szabad ilyet mondani. Első és második helyzet, bár azért a tabella alakulásával várjuk meg. Még ezt a fordulót, hát igen. Igen, 12-es a Ladorjánál a labda. Keresi az embert. Próbálja kikerülni Ugit, átpasszolja Deklinek. És bent van, értékesítjük. Lakatos és Oroszvári már bemelegít a következő próbatételre. Igen, Máté Balázs szabálytalankodott. Máté Balázs ellen szabálytalankodtak. Ugi végzi a bedobást. Schneider vissza Uginak. Máté Balázs kifutott. Rusznak pedig szépen megszerezte a labdát, ez a három Nagy Kálló ellen.
Schneider visszapasszol. Máté érvényesít. Értékesít. Adorjánál a labda. Nagyon szép három pontost láthattunk. Lelki. Nincs bent. Kifogják. Schneider. Visszauginak. Jön előre a gépész. Máté. Ugi. Ugi három pontosa. Kipattan. És ismételten nincs bent. Újra a Dorjánál a labda. Keresi az embert. Ugi próbálja fogni. A széles Kovács Gyula üvölti, hogy védekezzünk már. Akartam is mondani, hogy szót fogadnak a fiúk, de sajnos Mohácsi Máté két pontos az ittszere betalált. Ugi ismét hozza előre a labdát. Tovább passzol Schneidernek. Schneider kinek passzol? Zsemjének középre. És bent van. Jó pontot szerez a Zekár. Adorján halad előre. Dorjáni még. Lelki. Szép passz Mohácsinak. Próbál előre törni, de úgy látja a bíró, hogy Zsemje akadályozta meg ebben. Csere történik a Nagykálló jó voltából. Lakatos érkezik a pályára. Igen. Miközben Mohácsinak a büntetőit láthatjuk. És bent van. A második büntetőt viszont nem tudja. Találják a labdát, egyszerűen. Rusznak rá feküdt a labdára, egészen pontosan. És a bírák úgy ítélték, hogy hatásos taktika volt. És Schneider tovább Uginak. Ugit fogja Adorján. Lefordul, szép. Most Zsemje védi. Ugi el tudja menni Rusznak. És ismételten nincs bent. És a lepattanó sincs. Adorján. Tal Lakatosnak. Lakatos vissza Adorjánnak. Kollár is. Ez bent volt? Nem láttam bent. Én sem. Mindegy, Ubi vezeti a támadást. És rápróbál, nem tudja megszerezni. Nem. Mindig jöhetnek. Ma az EKF nem hordozza a szerencsét a tenyerén, úgy látom. Nem hoztuk meg nekik a szerencsét. Nem sajnos, de higgyük, hogy nem a mi hibánk. Egyáltalán nem a mi hibánk. Reméljük. Máté Balázs. És bent is van. Mondom, hogy nem a mi hibánk. Látod, pozitív hozzáállás. Egyértelmű. Így van, Adorján. Tovább vagy a Lakatosnak. Mohácsi ugrik ki. Vissza Adorjánnak. Keresi a rést. És most nekik sem ment. És szépen védekeztek most a mieink. És Ugi zittere. Persze, hogy bent van. Schneider indításából történt a pontszerzés. A labda Lakatosnál. Lassan már azt mondhatom, hogy fazekasabb, agresszívabb, mint Széles Kovács Gyula. Annyira inti a fiúkat. Ajajaj. Lelki. Fogás. Megint Zsemjét találták szabálytalannak. Kicsivel több mint 6 perc van hátra a második negyedből. Zsemje elég sokat faltol most. Ez már legalább a harmadik, nem Igen. tudom, ugye? Oroszvári Mohácsi helyére jött fel újból. Miközben Lakatos is fendobhat be. Lelki elejti a labdát. Ez Lelkitől nem volt szép. Egy igen rutinos játékos. Schneider indítja Ugit.
Ugi vissza Schneidernek. Próbál szépen építkezni az EKF. Lakatos volt most a bűnös Máté Balázzsal szemben. Ki oldalról dobhat be? Schneider már rohan is a palánk alá. Labda Uginál. Schneider oldalt üresen. De ő Zsemjének passzol. Zsemi vissza a Rusznyáknak. Rusznyák tovább Schneidernek. Nem sok híja volt. Orosz Vári és Zsemje pár harckodik egymással, szabad ilyet mondani. Ismételten egy iszabbirkózás folyt a labdáért. Megszereztük. Megszereztük szerintem. Igen. Hát persze, a testi küzdelem a miénk. Sajnos a lelki nem. Jöhetnek a nagy kálóiak. Adorján a labdával. Oroszvári üresen, megjegyezném úgy közben. Ajajajajajaj! Viszont visszaszerzi az EKF a labdát, és Ugi már közelben. Nem hagyják üresen. Rádob. Nincs bent. Szép próba volt. Lelki továbbadja a labdát, amely végül a lefújásnál nála köt ki. Közben Sütő Gergő melegít, Gergely melegít, elnézést, hogy csak úgy legergőztem. Semmi baj, szoktuk mi lesütizni is. 9-es Oroszvári próbált rá, de nincs bent. Lakatos találat pedig már játékon kívül történt. Jelenleg 27-26-ra vezet az EKF. Nem mertem el kiabálni. Igen, már kiabálnak Sasa, gyere le, igen. Zsemje Sándor helyére érkezik Sütő Gergely. Pacsi, megtörtént. És a gyerünk süti kiáltás, búzdítás is. Kispadról. Nem akarom tudni, mi jutott eszedbe. Hát, nem akarom kimondani. De maradjunk annyiban, hogy Ugival megbeszélést folytat a bíró jelenleg. Eddig lesz ideje bemelegíteni Sütőnek. Nem, mintha azt gondolnám, hogy nem melegített volna be. Hát, tanúi voltunk a bemelegítésnek. 11-essel Lakatos dob be. A labdát megkapja Oroszvári. Oroszvári továbbadja. Lelkes? Lelki? Adorjánál a labda, keresi az embert, de jól zár az EKF. Oroszvári tovább Velkinek. Velki kísérleten nincs bent. Labda Uginál, jön előre az EKF. És megjegyezném, Sütő szerezte meg. Így van. Nem sikerült. Igen, Adorjáni állította meg Ugit. Egy csere, Adorjáné és Bush Milán váltja egymást a nagykálói oldalon, miközben oldalról Máté Balázs dobhat be. Schneider, Rusznyák tovább Máténak. Máté rápróbál, ellökik. Vastapsot kap érte, vagy valaki. Egy barátságos megbeszélés, amikor labda. Már fazekas felkelt igen. A székről. Labda továbbra is játékon kívül, bírók megbeszélést folytatnak oldalt. Sűrűsödnek ezek a barátságos megbeszélések a pályán. Nem kellene. Addig örüljünk, még barátságos. Igen. Nos. De sok barátságos megbeszélés nem barátságos megbeszélés szül. Máté rápróbál, és bent is van. És van nélkül. Nagyon szép.
Álva tapsol a kispad. Helyjel közel. És a másodikat nem tudja értékesíteni. A labda Uginál. Igen, ugyanis kettős büntető volt, ami miatt felháborodott a nagykálló kispada. Az első büntetőt nem találja be, de a második csomó nélkül bent van. És ismét Uginál a labda. Rusznák és sütő fogja az embereket. Labda sütőnél. Vissza Uginak. Bíró megint fúj. Méghozzá Lakatos István ellen. Nagykálló jegyző Kovács Tibor már teljesen nem érti, hogy mi történik itt. De mi értjük, hiszen sütő dobhat büntetőt. Falt befújása megtörtént. Sütő rápróbál, értékesíti. És reméljük a második is jó lesz. Sütő ismételten betalál, nagyon szép. 15-össel Busmilán jön előre. Első pontjai a mérkőzésen Sütő Gergelynek. Busz jelzi, hogy kér embert. 8-assal Tótnál. Azt kell mondanom, mondjam, felpörgött a mérkőzés. Remélhetőleg csak tovább fog pörögni. Nem sikerült az első próbálkozás oldalról, és Ugi is elhagyja a labdát. Próbálta megmenteni, de sajnos kiment a labda. Semmi probléma, az igyekezet megvolt. Oroszvári dobhat. Tóth marad üresen. Lakatos. És Oroszvári értékesíti. Máté Balázs pedig elegánsan felkel a pályáról. Így van, szép szervezés volt. A labda jelenleg Schneidernél. Schneider vár. Máté üresen. És Rusznyák megszerzi a labdát. Sima lepattanó. Ugi. Mindenki Ugira. Nagyon szép! Nagyon szép! Máté Balázs. Máté volt a pontszerző, így van. Második 3 pontosa. Busz passzol Oroszvárinak. Oroszvári még tartja. Oroszvári tovább megy a Lakatosnak. Lakatos rápróbál, és ez is bent van. Szaporodnak a pontok szerencsénkre. Vagy nem szerencsénkre. Nézőpont kérdése. Közben Ugi is betalál. 36-31. Így van. Jó. Busz. Ajajaj, ez nem jó. Rusznák Zsolt vitába keveredik a bíróval. Az a legjobb probléma, hogy Rusznák Zsolt nagyon hamar felkapja magát sajnos. Ez is azok lehetnek a problémák, hogy technikai faltot érhet, hogyha a bíróval vitatkozik. Jó, mert az edző kiabál is vele. Nem szabad elveszteni a fejét. Ajaj. Széles Kovács Zsula egyébként egy nagyon fegyelem koncentrált ember. Igen. Nem túlzottan szereti, hogyha nem hallgatnak rá. Rusznyák ennek ellenére még mindig felesel. Hát igen, ez egy olyan helyzet, ami senkinek sem jó. Természetesen, hiszen ellenünk szólt a falt. Lazíts, Ruszi, lazíts. Nyugalom. Elvesztetjük a legmagasabb centerünket. 2 méter 10 centiméter. Igen, problémás lehet, mivel nagyon sok lepattanót meg tud szerezni, amit mások esetlegesen nem. Fazekas Csaba is már nagyon ideges. Szeretne már játszani. Hát reméljük, nem lesz semmi hátraütője ennek. És lehigad Rusznák Zsolt. Bírák elfoglalták helyüket. És a nagykálló vonul vissza a pályára. Az LKF még
taktikai megbeszélésen. Nagyon széles Kovács Gyula visszaküldi a pályára Isznák Zsoltot. Úgy látszik, megnyugodott. Tehát akkor Lelki József büntetőjével kezdődik eme néhány perc. Ami már nem sok, hiszen kevesebb, mint 3 perc maradt hátra ebből a negyedből. Lelki beáll, és nem sikerül értékesíteni az első büntetőt. Közben Sütő és Ugi megbeszéli a nap lenni problémáit. Vagy reméljük a taktikát. Igen. A második büntetőt pedig értékesíti. Igen, Máté Balázs megmerevedett. A bíró úgy ítélt, hogy 3 jár, úgyhogy még egy próbája van. Igen, 3 pontos tudott volna Lelki. Nagyon szépen. És mégsem. És mi van? Dupla volt? Nem figyeltem. Zsinórban 3 pontot szerez büntetőkből. Nagy Kálló. A labda Lakatosnál. Tovább passzol Lelkinek. Lelki vissza Búsnak. Bús rápróbál, és nincs meg. Vérszemet kapott a Nagy Kálló. Igen, Ugi előre a labdával. Máté üresen is kéri is a labdát, de... Ugi elveszíti. Tör előre Bús. Továbbadja Oroszvárinak. És Oroszvári értékesíti is. Felzendült a helyi közönség is. Az állás 36-36. Mit, ha most kezdenénk a mérkőzést? Rusznyáknál a labda. Ügyesen továbbadja Uginak. Ugi visszaadná Rusznyáknak, de nincs meg. Jön előre Oroszvári. Nincs bent. Nincs bent. Szétesett a védekezésünk is. Teljesen. Ez nem túl jó jel. De ha már megígértük, hogy nem bizakodunk el magunkat, akkor nem szabad negatívan sem gondolkodni. Minden esetre egy biztos, Velk jön büntetővel. Igen. Amit szeretett volna biztos kézzel értékesíteni, de hát az első kör ismételten, mint ahogy az előbb sem, nem sikerült. A második büntető sincs bent, és megszerzi a labdát Sütő. Továbbadja Schneidernek, Schneider jön előre. Ugi szabadul a védelem hálójából, senki nincs ott, senki nem lép előre. Na, Schneider! Na, valaki, Schneider! Van. Így van, Schneider! És Rusznyák. Tóth megszerzi a lepattanót. Továbbadja Busnak. Bus kidobja Velkinek, Velki visszadobja Busnak. Közben pedig Tóth szereli az egrieket. Oroszvári. És Velki értékesíti. 2 pontot szerez a Nagy Kálló. Légiós támadás indítója ismételten. Ugi. Máté Balázs várja a labdát. Várná. Schneider. Búzsákon keresztül átmegy Schneiderhez, így van. Meg is kapta volna, hogyha nem lett volna ott Oroszvári. Ugi Agilisan megszerzi a labdát. És oldalról Máté értékesíti. 39-38. A labda Búsnál. Kerülget, rápróbál, de nincs bent. Labda ismét Uginál. Igen, azt akartam mondani, hogy lepattanó Mátéjé. Így van. Ugi sem bizonyult szerencsésebbnek. Igen. Sütő Gergely találták hibásnak. Oroszváriba szállt bele. Kevesebb, mint fél perc van hátra, amikor is. Hát időkérés. Igen. 38-39-es állásnál megjegyezni. Süti sajnos most valóban szabálytalan volt, az én meglátásom szerint. Igen. Mondjuk el azért, hogy mind a két csapat nagyon jól taktikázik, ügyesen játszanak.
A védelemben már problémák vannak. Igen, igen, a védelem a problémás. Próbálkoznak a másikat visszafogni, de időről időre folyamatosan áttörhető mind a két csapat védelme. Ezért a meglehetősen kiegyenlített meccs. Igen, sajnos nem olyan erős a védelmünk, mint amilyen szokott lenni. De ez még változhat. Egyelőre még csak az első fél idő sem ment le teljesen. Reméljük, hogy tényleg hozzuk azt a papírformát. És ismét eljutottunk a taktikai megbeszélés fázishoz. Ja, Széles Kovács Gyula most önti a szavakat a fiúkba. Sütő pedig furcsán veregeti a fejét közben, hogy mi van. Úgy látszik, bármit akart mondani Széles Kovács Gyula, elmondta, ugyanis a csapat visszafáradt a pályára. Nagykáló már fent van. És hamarosan, hát folytatódhat a meccs a maradék. Fél perc. Igen, súlyosan kevés időre, de hát is lényegtelen, ugye? Sajnos nem, mert Tóth Tamás büntetője következik. És igen. Már is meglátjuk, hogy értékesíti-e. Sikeresen bedobja. 39 mindazállás. Tóth és Oroszvály a két egyik legbiztosabb tagjai a csapatnak. És 40-39-re fordít a Nagykálló. Add a Schneidernél. Ha nem adjuk el a labdát, még ez belefér. Nem nagyon hagyják most a Nagykállóiak, hiszen egy ponttal vezetnek. Máté vissza Schneidernek. Nem próbál rá. Szépen nyugodtan. Nem szabad eladni. Megszerezte a labdát. Lelki József zsákolt egyet így a végére. 42-39-el zárul az első félidő, az első két negyed. 42-39-re vezet a Nagykálló. Voltak támadások, nem túl szép védések. Két-két, három pontos, ami jó voltunkból, de ennek jobbnak kell lennie, hiszen simán kellene hoznunk a Nagykállót, mint győzelmet. De egyelőre tegyük hozzá, hogy a szerencse nem kimondottan állami oldalunkon. Egyáltalán nem, igen. Azért voltak szerencsés dobásaink. Így van. A következő fél idővel nem sokára itt folytatjuk. És akkor következzen a második félidő, azonban is a harmadik negyed. Így van, taktikai megbeszélés ismételten a Nagykállónak ért hamarabb véget. Széles Kovács Gyula csapata még az oldalvonal mögött áll, de már ők is bejönnek a pályára, bírák elfoglalják helyeiket. Zsíros Gábor újra a pályán, méghozzá Zsemjes Sándor helyett érkezett. A másik csapatban úgy látom, hogy nem történt. Nem történt változás, igen. Zsíros kezd, tovább adja Uginak, Ugi tovább Máténak, Mátén el a labda. Ugi jó iramban jön ki, vissza Zsírosnak. Tóth Tamás pattintotta ki a kezéből a labdát, ezért jöhetünk újra mi. Zsíros tovább adja Uginak. Sütő fogja le a Dorjánit. Jöhet a Nagykálló, vagy nem? Nem. Nagykállóról van kint a labda, és jöhet Máté. Igen. Balázs oldalról. Igen. Aki passzol Uginak. Labda Uginál, Sütő, Zsíros. Rusznák vív nagy harcot Lelkivel. Meg is kapja a labdát. Mohácsi Máté lábára pattant a labda. És így róla pedig a vonalon kívülre. Ezért Zsíros Gábor dobhat oldalról ismételten. Uginak adja a labdát. Ki keresi az embert, fordul. Rápróbál, és bent is van. Jön a Nagykálló. 42-42 az állás ezúttal is.
Labda Adorjánnál. Továbbadta Mohácsinak. Mohácsi is rápróbál, de nincs bent. Labdát viszont megszerzi Oroszvári. Ismételten nem sikerült. Úgy látják a nagykállóiak, a sütő segítette földre Tóth Tamás. Na, a bíró részéről annyival megoldva, hogy Zsíros pedig fölsegítette onnan. Én csak úgy láttam, hogy épp, hogy hozzáért. Zsíros megkapta a labdát. Honnan, igen. Zsíros megkapta a labdát, tovább is adta Uginak. Zsemje melegít közben. Ugi ismét rápróbál, de nem sikerült olyan jól, mint az előző próba. Máté Adorján megszerzi a labdát. Fújás történt. Igen, Ugi szabálytalankodott. Véletlenül, mert Zsíros csodálkozva nézte, hogy ő, de közben Ugi feltette a kezét, hogy ő volt az. Lakatos dob. Belki megkapja a labdát, továbbadja Mohácsinak. Mohácsi vissza Lakatosnak. Lakatos passzol Belkinek, és nincs bent. És nincsen Egri sem azon a környéken. Vagyis van, de nem tesznek semmit. Labda Uginál. Sütővel kullognak fölfelé a csapatok másik nagy részéhez. Zsíros helyezkedik. Ismét Ugi kapja a labdát, és újból rápróbál, de megint nem sikerül betennie. Három Egri, és egy nagy kállói. Mohácsi Máté értetlenkedik. És most már az egész nagy kállói csapat és nagy kállói szurkoló tömeg. Igen, Mohácsi Mátét látták szabálytalannak a bírók, ezért jöhetnek a mieink. Labda Uginál. Keresgél. És Rusznyák értékesíti. 44 mind az állás, támad a nagykálló. 17-esen Mohácsi volt. Ugi pedig földön. Mohácsi volt szabálytalan, én legalábbis igen, úgy láttam. Igen, a bíró is úgy látta. Nem. Igen? De nem tudom. Mindenesetre a nagykálló támad, ez biztos. Adorján rápróbál, nincs bent. Oroszvári pedig kijuttatja a labdát. Fazekas nagyon magyaráz át a nagykállói oldalra. Ott. Igen, Zsíros tovább adja Uginak. Ez nagyon játszana. Igen, játszana. Máté. Nagy újabb három pontos. Lepattan. Nagykálló megszerzi a labdát, Adorján jön fölfelé. De mint a tank. Pontot végül Beck szerzi. Ismételten egy nagy vita a pályán. Érezhetően nő a feszültség ebben a harmadik negyedben. És Rusznák Zsolt az, aki lehiggadni Sütő Gergelynek. Nem szabad, hogy elfajuljanak az indulatok. Érdekes pedig személyes ismeretem szerint Sütő Gergely nagyon nyugodt ember. Igen, ez látszik is egyébként a pályán, hogy nem keveredett ő még semmiféle konfliktusban. De hát azért nyilván nyugodt vagy nem nyugodt az ember, szabálytalanságot, igazságtalanságot. Most nem hiszem, hogy annyira nyugtalan végül, hogy büntető dobhat. Az elsőt kihagyja, semmi probléma. És Neider Zoltán is már készülődik, visszatér a pályára. Drukkoljunk Sütőnek. A másodikat érvényesíti Sütő. A pozitív hozzáállás? Igen. Zsíros jelent bedobással, be is dobja Uginak, Ugi előre. Lelkesen védik a nagykállóiak. Nem sikerült a távoli próba, megszerzi nagykálló a labdát. Hatos számmal Velki. Azt hittem már senki nem állítja meg Lelkit. Igen, Lakatosnál a labda, így van, keresi az embert, kipasszolja Adorjának. Adorján vissza Velkinek, Velki rápróbál, és bent van. Uginál a labda,
aztán megcsúszik, de fel is kell, mert érzés szükség van rá. És így is van. Nem történt semmi. Abszolút semmi nem történt, Tóth Tamás elvágódott egyszerűen a pályán. Épp hogy hozzáért húznák. Aki már értékesített is egy nagyon szép lepattanót. Remek próbálkozás volt Ugitól, szélről. Adorjánnál a labda. Mohácsi. Mohácsi tisztán. És be is dobja. 50-47 Nagykállónak az állás. Uginál a labda, jön előre az EKF. Csak pontba jönne már előre. Sütő próbálta megszerezni a labdát. Ivan Rusznak pedig ugrott egyet, és Mohácsi kezéből taszította ki a labdát. A meccs és az indulatok egyaránt felpörögtek. Nagyobb probléma már az, hogy a meccs csak kissé az indulatok érezhetően. Igen, pláne Széles Kovács Gyula hangjaiból. Igen, igen, az LKF edzője nem túl boldog. Hát meg is értem egyébként. Adorjánál a labda. Lelki üresen. Jól van Sütő. Sütő hősiesen ki erőszakolja a labdát a pályáról. Mohácsinál a labda. Kapja Velki. És áttört Rusznákon. Igen. Ismét Ugi vezeti a támadást fölfelé. Pontatlan. Jön előre Mohácsi, tovább passzolja Adorjánnak. Adorján. És Ugi megszerzi a labdát. Semmi gond, megoldják egymás között a nagykállóiak. Falt. Pedig bement Máté Balázs dobása. Nagyon szép három pontos volt, de már játékon kívül. Újra felpörgött a mérkőzés. Hát kellett nekem ezt mondani. Időkérés. Időkérés. Mindig összejön. Beszéljünk általánosságban. Amit általánosságban felpörgött a mérkőzés. Nem általánosságban időkérés. Schneider és Zsembe már melegít. Úgy gondolom, hogy visszahozzák őket a pályára, faszakas meg. Egyszerűen már nem tudja, hogy hol van. Annyira itt lenne a pályán. Nem ez az az egri csapat, akit mi látni szoktunk játszani, én úgy gondolom. Nagyon nem. Nagyon pontatlan. És nagyon szerencsétlen most? Igen. A meccs előtt beszélgettem Fábián Péterrel 4-es számmal. Ő jelezte, hogy figyelni kell, lehetnek gondok. Hát vannak is gondok. Jelenleg vannak, de nem tudom egyébként, azért furcsáltam, mert ugye a hazain a Nagykállót vertük. És hát elméletileg hoznunk kéne ezt a meccset. Mert pedig jelenleg, hangsúlyozom, jelenleg ne fessük az ördögöt a falra, nem úgy áll a szénánk. Úgyhogy lehet, hogy Fábián valami a csapaton belüli. Sok idő van még hátra, de így van. Az 5 pont is 5 pont. Csapaton belüli, hát nem akarok csúnya kifejezést használni, idézőjelesen problémára, mert hát azért nem hiszem, hogy egy ilyen összeszakott csapatnál kimondottan probléma lenne. Mindenki visszavonul a pályára. Változás nincs. Van, én is úgy látom, hogy cserék nem történtek. Zsíros jöhet oldalról. Passzolja Uginak. Egy jelez, Sütőt nagyon fogják. Elszabadult. Beljebb hatol. De... És ugye próbálta menteni a helyzetet, de már kint volt. A szerencsére egy nagykállói játékosról. Zsíros jön beadással. Akartam említeni, Máté Balázs teljesen üresen. Meg is kapta, és továbbadta Uginak. Rusznyáknál a labda. Fogják. Nem próbál rá. Máté nem talál magán. Máté Balázs mutatja a bírónak, hogy nem vette észre, hogy egyszerűen a kezét is eltalálta a nagykálló játékos, amikor kiütötte a kezéből a labdát. Faltnak vélte Máté Balázs. A bíró ezek szerint sajnos nem. Adorjánál a labda.
megtalálja vele Lakatos, Lakatos továbbadja Mohácsinak, Mohácsi pedig keres. Bejebb megy. Nem sikerül az emelés. Sütő nem adja a labdát. És úgy érzem, megsérült talán? Eltalálták. Sütő. Jól látom, a fogát fájlalja. A szája környékét. Igen, a fogát, vagy inyét. Igen. Semmi biztos nem volt szándékos. Sütő vissza is megy a pályára. Nem jelezte, hogy nem tud tovább játszani. Zsíros bedobja. Ugi megkapja. Ugi tovább Máténak. Igen, Máté felpörgött az előző incidens kapcsán. Labda Rusznyáknál. Jaj, hát nem kéne már ennyire elvágódni, már elnézést, de annyira egyértelmű volt Mohácsi művelete. Próbálkozott előnyt szerezni a csapatának, de hát ez nem mindig működik. 17-tel Mohácsi rápróbál, és bent is van. Nagyon szép 3 pontot. 3 pontos volt ez? Nem. Mert szerintem belépett. Nem, 2. 2? 2, bocsánat. Igen, mertem remélni, nem kapja meg a 3-at. Én is. Sütőnél a labda. Passzol Máténak. Máté megint rápróbál. Küzd, nagyon küzd az LKF, de Nagy Káló megszerzi a labdát. Igen, Zsíros lemaradt egy kicsit az emberéről. A pontszerző Lakatos volt. Labda ismét Uginál. 56-49, még kimondani is fáj. Na, ilyenkor persze bemegy, amikor már nem ér. Akkor a vakszerencse nem támogat minket a mai napon. Azt azért meg kell hagyni. Talán most visszajön Zsemje a pályára, aki az első negyedben állt. De méghozzá, igen, akkor is egy Sütő Zsemje cserét láthattunk, és most is Sütő Gergely jön le a pályáról. És kettős csere? Kettős csere lesz, úgy nézem. S így van Sütő Zsemje és Zsíros Schneider a két csere. A friss hús most talán hoz valamit. Hát határozottan kipihenték magukat az első negyed óta. Mindenesetre a falt miatt most Ugi 2 büntetőt dobhat, az elsőt elhibázza. Hát ilyen is ritkán leheti látni. Igen, büntetőkben Ugi nagyon erős. A második viszont bemegy probléma nélkül, így a Nagy Káló előnye 6 pontra csökkent. Igen, ugye tudjuk, hogy a büntetők 1 pontot érnek, de minden egyes pont számít. Így van. Schneiderrel erőszakoskodnak. De a labdát nem tudják bedobni. Túlt ütötte ki a labdát. Teljesen megtört arcokat látok a kispadon. Milyeinknél. Ugi. Zsemje. Védi Ugi. Keresgél. Ugi nem tud beljebb jutni. De beerőszakolja magát, kipasszolja. Rusznyák pedig rápróbál, és bent is van. Szép találat. Jókor jött Rusznák. 4 pontos előnyben a Nagy Kálló. Náluk a labda. Kicsivel több mint 2 perc van még hátra a harmadik negyedből. Mohácsi Máté pedig megállíthatatlan. Ugiék tovább küzdenek. Nem próbál rá, kipasszolja Máténak, Máté tovább Rusznyáknak, Rusznyákot fogják. Ez falt volt. 15-essel Busmilán. Rusznyák, ha jól láttam, rángatta a mezét. Egy kicsit nekem is úgy tűnt. Minden esetre a bíró nem fújt. Bus. Lelki. Lelki. Tisztán hozta az ígyszert, méghozzá Rusznák és Zsemje között, ami számomra érthetetlen. Rusznák adja, Ugi ismételten jön előre, komótos tempóban, és el, ez gáncs volt. Jól láttam, elgáncsolta? Hát én úgy láttam, hogy igen, elesett tót lábában, Ugi.
Hát, hogy mennyire az volt szándékosan volt ott, igen, a lába, az már egy más kérdés. Minden esetre Ugi ismételten büntetőt kap. A bírók úgy látták, hogy szándékosan maradt ott Tóth lába. Lehet, hogy tudat alatt volt benne valami. Igen, mert tudat alatt ott hagyta a lábát. Látta, hogy jön Ugi. Ha így is van, csak mi atyánk és Tóth tudhatja. Minden esetre Ugi az első büntetőt értékesíti. Majd a második, az is bent van. És a második is bent van. 60-53 az állás, Nagykáló 7 ponttal vezet, a labda Busch Milánnál. Helyezkednek a nagykálóiak. Valahogy mindig üresen marad egy-egy ember. Lakatos. Lelki. A bíróf fújt. De megkapta, igen, Lelki. De megkapta. Úgy ítéltek játékon belül van a labda. És ahogy elnézem, meg is fogja kapni még a büntetőjét is, hogy ott maradt Rusznák keze. Hát ez érdekes ítélet, legalábbis számomra. Hát igen. Minden esetre Velki most két büntetőt kapott, amelyből az elsőt kihagyja. Nem, egy büntetőt kapott, bocsánat. Rusznák megszerzi, tovább is adja a Máténak. Mátét fogják. Itt Tanakoli kinek passzolja. Ugit választotta. Még két támadás belefér. Ugi megint rápróbált, de megint nincs meg. Velki továbbadja Busch Milánnak. És a bíró szerint Ugi hátráltatta Buscht. Három személy hibája van Uginak, ha jól számolom. Oroszlári. Oroszlári tovább Lakatosnak. Lakatos tovább Busch Milánnak. Busch Milán rápróbál és kihagyja. Most mi volt ebben a probléma? A bíra szerint a labda kint volt. Hát igen. Ne menjünk bele, hogy szerintem hol volt. Igen, Máté Balázs látta problémának. Mindenesetre Oroszvári dob, Lakatost választja, Lakatos hátrál, rendeződik a csatasor. Üresen Busch Milán, ki is használja ezt a helyzetet, Lakatos. Ugi fogja, de lábáról kipattan a labda. A palánk alatt már Busch Milán árválkodik. Közben Kovács Tibor, a nagykálló edzője pedig szinte már üvölt a pálya szélén. Oroszvári végül értékesíti a helyzetet. Ez a negyed is nagykállói kosárral ér véget. 64-54, 10 pontos különbség a nagykálló jóvoltából javára. Ami azt gondolom, senki nem gondolt volna. Hát nem. Ezek után már Fábián kijelentése, mely szerint problémák lehetnek, ha nem vigyáznak. Érdemes lesz rákérdezni. Igen. Szeretnék is megkérdezni. Nem baj, még egy teljes negyedünk van. Semmi sincs veszve. De kemény ez a 10 pont. Mert ugye azért mégis egy nagy hát abszolút nem leírni akarom a nagykállót, mert nagykálló azért tényleg egy komoly játékos, meg pláne mindenki komoly játékos, aki az NB1B-ben szerepel. Ugye ők a 9. helyen állnak a tabellán, mi pedig a 2. helyen. És mi lesz akkor jövő héten? Ugye Salgótarján fogadjuk. Igen. Ami azért azt gondolom, hogy nem kis falat lesz az egriek számára. Bár a hazai pálya előnye módosíthat valamicskét, de nem lenne jó, ha itt most nem hoznánk ezt a győzelmet. Széles Kovács Gyula próbál lelket önteni a versenyzőibe. Ugye Kovács Tibor szintén csapatát próbálja buzdítani. A két bíró mindezt végignézi a pálya közepéről. Szerencsére. Nekik túlzottan nem sokat módosít, hogy ki nyeri ezt a mérkőzést. Hát nekünk sajnos igen, úgyhogy reménykedjünk benne, hogy belehúznak a fiúk. Egyébként a következő fordulóban a nagykálló pedig Tiszaújvárosba látogat. Méghozzá 20-án pénteken 18 órától lesz ez a mérkőzés. De még nem tartunk ott.
Csapatok visszavonulnak a pályára, 64-54 az állás jelenleg a Nagykálló javára. Maradt hát minden, ahogy volt, hogy elnézem. Nincsen veszett ügy, csak amiért nem harcolnak eleget. Igen. Schneider passzol Uginak. Ugi jelzi, hogy szeretné a formációt, majd tovább passzol Máténak. Máté rápróbál, nem sikerül. Busmilán szerez labdát. Velkinek passzol, Oroszvári. Oroszvári is rápróbál, ez sem sikerül. De visszaszerzi. Oroszvári megszerezte a lepattanót, majd továbbadta Lakatosnak. Feszültek Lakatos az idegek. Lakatos Oroszvárinak, nagyon feszült, igen. Nagyon feszült. Nem szabad Busmilán sem üres sem hajni, hiszen ilyen dolgok történhetnek. Busmilán értékesíti ismételten. Ugi szépen komótosan, majd bepörög. Máté Balázs nagyon üresen. Nagyon fogják. Schneider is. Máté még mindig üresen. Usznák próbálkozik egy három pontossal, lepattan. Nem sikerült Rossznak meg sem. Senki nem ment a lepattanóért. Kivéve a ismét két Busnál a labda, jönnek fölfelé a nagykállóiak. Továbbadja Lakatosnak. Bus ismét üresen. Meg is kapja a labdát. Oroszvári. Bus. Oroszvári. Oroszvári betör. És Schneider is. Schneider is. Most mi történt? De őszintén. Amikor is Ugi megkapta volna a labdát, ott már valaki megpattant. Nehéz helyzetben van az LKF kosárlabda csapata. Schneider megkapja a labdát. Schneider? Ugi megkapja a labdát. Továbbítja Schneidernek. Schneider Máténak. Máté törbe. És nem hiszem el. Lepattan. Gyűrűről. Szegény fiúk, szegény fiúk. Most nem jön össze valamiért. Nem segít rajtuk a szerencse. Schneidernél a labda. Bepasszolja Rusznyáknak. Szép. Máté. Máté játszadozik a nagykálói sereggel. Ugi. Ugi tovább. Vissza Uginak. Ugi ismét rápróbál, és most értékesíti. Három pontos, ha jól láttam. Újra 10 pont a hátránya az EKF csapatának. És 8 perc van hátra a mérkőzésből. Busz passzol Oroszvárinak. Oroszvári Velkeinek. Jókor jött Rusznák. Mit látott a bíró? Most ügyesen csinálja Rusznyák, megfojtott már pár lepattanót. És ezt is sikerült neki. Máté jött oldalról. Passzol Uginak. Ugi rászalad, bepróbálja, és... Ó, nagyon közel volt, nagyon közel volt. Uginak se jön ma össze. Nem valamiért. Lakatos szerezte meg, tovább passzolt a Busnak, Bus vissza Lakatosnak. Lakatos Oroszvárinak, Oroszvári Busnak. Busnak sem jön össze, de megszerzi Velki. Mindenki egyedül marad, a védekezés teljesen szét van esve, én úgy látom innen teljesen. Nem mondanám, hogy szét van esve, keresik a helyüket, inkább úgy tűnik nekem. Ismét Ugi tör előre. Előre passzolja Schneidernek. Zsemjén át Rusznyákhoz a labda. Sokkal szoros, akkor úgy mondom, sokkal szorosabb védekezés mutat a nagykálló, mint a mieink. Az ütközés Rusznyák és Lakatos között történt. 67-57-nél még mindig. Nem tudom, te láttad, hova ítélt a bíró? Hát én úgy gondolom, hogy a mieinknek, Rusznáknak. De lehet, hogy már csak a remény szól belőlem. Igen, én úgy látom, hogy Rusznyák egy picit rájátszott innen, de ettől függetlenül Lakatosban is megvolt a szándék. Nem tudom, én nem láttam azt, hogy rájátszott volna, de ez egy ilyen sport. Hoppá, valami dől, esik, borul.
Úgy látom, hogy egy 2 literes ásványvízes üveg. Addig jó, hogy még csak a 2 literes ásványvízes üveg borul. Igen, komolyabb győzetét, komolyabb fölényre, egyáltalán fölényre számítottunk, én azt mondom. És szerintem a tévénézők is. Tényleg, hát, a szerencse nincs mellettünk, nincs. Én azt mondom. És hát esés borulás esetét taglalva reméljük, hogy az ellenfél védelme esik, és a jelenlegi állásba fog borulni. Reméljük. Bízunk, ennyit tudunk tenni innen. És továbbra is feszültek vagyunk, igen. És kommentálni tudjuk az eseményeket. Hát sajnos ők sem rusznákat látták. Úgy látták, rusznyák volt a hibás, úgyhogy Oroszvári adta Busnak, Bus vissza Oroszvárinak. Ismét a nagy Kálló támad. Lakatos. Csom nélkül. Elhúznak a nagy Kállóiak, nem engedik a nyomukba az EKF csapatát. Ismét uginál a labda, próbálkozik oldalról. Lökés. Én ezt őszintén nem láttam faltnak. Én azt merem mondani. Innen nem láttam faltnak. Oroszvári csúszott, borult. Kérdés nem az, hogy mennyire. Onnan, igen. Mennyire volt ehhez köze Uginak? Szerintem nem annyira, mint amennyire láttatni szerette volna Oroszvári. Igen, kicsit, mintha reál játszott volna. De. Uginál a labda. Schneidertől kapta. Aki szintén üresen van most. Máté. Rusznyák vissza Uginak, Ugi szépen, vissza Máténak. Szépen megjáratják a labdát. Sajnos. Nem megy. Lakatos. Oroszvári. A beugró ember. 72-57-re vezet a nagy Kálló. Nem ilyet az, amit sűrű, vártunk. Igen, ilyet sem sűrű látni. Ugi egy nagyon szépet dob. Egyébként a Nagykálló nem akármilyen csapatokat vert már meg. Az Új Budát, az Óbudát, a Kecskemétet, illetve a Szolnok és a Jászberény és a Szedeák is áldozatául esett, ugye az a Szolnok. Hát akit taglalni sem kell, hogy hát, na, maradjunk annyiban, hogy ilyen feljutottunk az NB1B-be, de ugye mit ezüstérmesként és a Szolnok minket vert meg. Közben Oroszvári majdnem elejtette a labdát az előbb, de végül is eljuttatta Velkihez, amelynek pontszerzés lett az eredménye. Schneider támadhat. Szinte kimetszik a kezéből a labdát, minek utána Velki zsákol egyet. És módosítja az állást 74-59-re? Igen. 76-59-re. Igen, még Velkit nem volt elszámolva. Hát igazából így most Nagy Kálló viszonylag biztonságban érzi magát, és ugye hát az Egrieknek pedig ez egy hatalmas nyomás pályán, és a pályán kívül is. Meglepetésre vanok, bár az arcokon látottakat én nem tudom, nekem az arcokon látottak nem tetszenek, mert mintha egy kicsit megfáradtak lennének. Igen, őszintén szóval az első negyedben is ez volt az érzés, hogy kicsit, mintha megfáradtak lettek volna. Nem tudom. Bővebben majd, ha velük töltött beszélgetés után tudjuk ezt meg, hogy igen, mi is igazából ennek az oka. Vagy csak nekünk tűnt úgy, vagy csak az utazás, vagy valami miatt most nem náluk hát van a szerencse. Igen. Azért egy 2 órás buszúton ők is túl vannak. Elég igen, fárasztó volt az ideig útjuk. És mert hallhattuk a kellemes sípszót, a mi fülünknek is nagyon jól esik itt. Minden esetre Schneider a Birához juttatja a labdát, majd a Bira vissza Schneiderhez, Schneider pedig tovább Ugihoz. Fáradhatatlanul tör előre az EKF, nem adja olcsón a bőrét. Közben zsíros meleg itt, és úgy érzem, ő még visszalátogat ma a pályára. Igen, Ugi megint bepróbálja, de a saját lepattanóját megszerzi, viszont nem sikerül csapattakhoz juttatni. És egy szép átadás után Velki ismételten pontot szerez, Mohácsi adta a beadást. Majd egy gyors, így van, egy gyors kontrával Rusznyák válaszol. 15-össel Bush jön előre. Oldalt kíséri Lakatos és Tóth Tamás. Mohácsi kiváló játékos. Csere történt? Nem figyeltünk, szerintem csere történt. Oroszvári, mintha lejött volna.
Igen, lejött, de visszatért a helyére Mohácsi. Így van. Rusznyák megszerzi a lepattanót. Máté Balázs három pontosa. Nagyon szép. Első negyedben láthattunk ilyet utoljára tőle. És az utolsó időkérés után ismételten beállt a 17 pontos előny a Nagykálónak. Labda Mohácsinál, befordul. Nem csak Velki nagy nehezen megkapja a labdát. Nem csak Zsíros, de még Adorjáni is. Startra kész. Rusznak védekezik, de nem eléggé Lelki ellen. Lelki azért megmutatja, hogy ő itt a csapatkapitány, és ő az egyik, hanem a legjobb játékosa a Nagykálónak. Ugye nagyon próbálkozik, nagyon küzd. Ismételten. Úgy érzem, hogy inkább a szerencse, mint Ugi keze. Hát ez sajnos ez a szerencse, a bal szerencse keze. Máté Balázs. Ez a bal váltja. Szerencse. Máté Balázst váltja Zsíros Gábor. És vajon kit vált Adorjáni? Igen, igen, Bús Milánt. Mindösszesen 3 perc és 42 másodperc maradt a negyedik negyedből. Nagyon jó ez a síp. Igen. Nagyon kellemes élmény. Én kettős csele Nagykállónál. Tóth Tamás és Kollár Zoltán. Kollár Zoltán az, aki elsőként játszik ma, vagy elsőként először játszik ma a mérkőzésen. Igen. Ki volt a másik csere? Bús Milán. És Bús Milán ment le, és Adorjáni jött fel. Igen. Most Zsemje a második büntetőt is biztos kézzel értékesíti. Ugi majdnem megszerzi a labdát, de Adorjánnál marad. Adorján kiadja. Mohácsi után Lakatos kezét ütötte a labda. De mellett szép összjáték, és szerencsére a vége is szép, hiszen Rusznák megszerezte a lepattanót. Ijjajjaj! Ez csúnya falt volt. Megint ott maradt egy láb. Ha jól láttam, Mohácsi Máté lába maradt ott. De úgy nézem, kevésbé véletlenül, mint az előző esetben. Igen. Ez most elég agresszív falt volt. Meg is kapja büntető pontjait, illetve büntetőt értékesíthet Ugi. Nyugalom kell és higgadtság most. Meg szerencse. Szerencse kéne, de Ugi ez már tényleg nem lehet mire fogni. Annyit próbálkozik, annyit küzd. Tényleg a szerencse. A másodikat értékesítette. És támad Lakatos. Velki rápróbál, és Velki hasonlóan biztos kézzel ismét 2 pontot szerez a Nagykállónak. Ugi jön előre. Megint próbál, de megint nem sikerül. Megint Lelki a labda. Adorján. Egy erős indítás. De Adorján kihagyja. Viszont visszaszerzi Mohácsi, és ismét megpróbálja. Ő is kihagyja. Zsíros megszerzi a labdát, Adorján megszerzi. És már Schneider rohan. Hoppá. Schneider elcsúszott a pályán. De már a fújás után úgy vettem észre. Igen. Mire volt a fújás? Nem volt visszajátszás sem, szóval... De pedig akkor az. Mert Schneider dobhat büntetőt. Kicsit visszahúzta Mohácsi. Schneider kiadja az elsőt. Ha egy papírforma van, az azt, hogy a szurkolók nem támogatják az EKF csapatát. Viszont a másodikat bedobja Schneider. 85-68 az állás a Nagykálló javára. Amikor is támad a Nagykálló, 11-es számmal Lakatos továbbadja Adorjánnak. Lelki már taktikázik. Igen. Kihagyja. Velki hihetetlenül folyamatosan szerzi meg a lepattanókat. Zsíros próbálta megszerezni a labdát, de fújt a bíró, úgy látta, hogy faltolt Zsíros. Ennek örül a nagykállói közönség. És gondolom már azért lélekben előre ül a győzelmének.
még mindig nem biztos. Zsíros lőtte Mohácsi. Ez falt volt, Mohácsi buktatta Zsírost. Közben a kommentátorok egyre erősebb dózist kapnak a sípszóból. Teljes megsüketülés. Semmi probléma, látnunk és beszélnünk kell tudni. Bár azért hallani sem ártana. Hát egyáltalán nem ártana, és azt látjuk, halljuk, hogy újabb időkérés következik. 85-68-as állásnál. A különbség, amely nagyon-nagyon lassan időről időre változott, még mindig az utóbbi 5-6 percben stabil 17 pont. Nem kevés ez a 17 pont. Máté Balázs már teljesen elkülönülve a többiektől, még depresszióba esett. Hát reméljük, hogy nem azért. Idézőjelesen mondtam. Nem kevés a 17 pontos hátrány, de 2 perc 13 másodperc sem kevés. Igen, tegyük de hozzá. Hát azért olyan játékosok, klasszisok, ha már úgy is mondjuk, a klasszisok vannak nálunk, akik gondolom már teljesítettek ennél rosszabb, vagy jobbat is, tehát durvább helyzetben is helyt álltak már. Azért rám merek bólintani rosszabbat is. Minden bizonnyal. Ugi kapja meg a labdát. És kapjuk a lehetőséget. Tovább is adja Zsírosnak. Az utolsó másodpercig nem veszi föl, és ismételten egy jó, de nem eredményes kísérletet csinál. Rusznyákot löki! Én úgy láttam, hogy Rusznyákot lökték. Én is úgy gondolom. És a bíró úgy is látta, hogy Zsíros már kicsúszott a labdával a vonalon kívülre. Lakatos indítja Adorjánt. Helyezkednek a nagykálóiak. Az egyek pedig védik őket. Mohácsi passza a Velkinek. Velki tovább Mohácsinak. Mohácsi átadja a labdát Kollárnak. Kollár ápróbál, de nincs bent. Mohácsi sem tudja értékesíteni, és Zsíros megszerzi. Igen, Zsíros várta a hosszú passzot. Bárkitől is, hiszen nem érkeztek vissza a nagykálói védők. Ugi játszik a szélen, Zsemje. Szép zicser. Nagyon szép. 85-70. Csökken a különbség. A Doriani. Két Egrin át. Igen, Schneider fel is tette a kezét, hogy ő volt a hibás. Második faltja. Schneider Zoltánnak. Kicsivel több, mint egy perc van hátra a játékidőből. És a nagykálónál a labda. Lelki Mohácsi kéri túloldalon a labdát. Kollár nem figyelt eléggé. Fújt a bíró. Az a Schneider Zoltán is, aki szerintem a leghiggadtabb a csapatban, már ő is kicsit felmérgelte magát a bíró döntésén. Igen, én nem tudom, hogy jól láttam-e. Innen én úgy láttam, hogy Kollár egy meglehetősen agresszív mozdulattal reagált, igen, arra, hogy megszerezték tőle a labdát, konkrétan egy ütéssel. Kisebb ütéssel, igen, hát kisebb. Hát igen. Azért elég nagyot szólt az a kisebb ütés. Az indulatok már tényleg nagyon erősek, kezdenek nagyon, nagyon elpattanni az acélidegek is. De reméljük, hogy ahhoz még van elég, hogy Schneider ugyanígy értékesítse a másodikat is. Mindenki az első bent van. Lepattanóra. A második nem kell. Is. 13 pont a nagykáló előnye, jön előre Lakatos. Schneider fogja, de tovább tudja adni Velkinek. Velki Adorján. Üresen Mohácsi. Zsíros lemaradt. Zsemje ugrott a lepattanóért, de Kollár magasabbnak bizonyult. Azt hiszem, hogy az is. Igen. Nem sokkal, de magasabb. Magasabb. Adorjáni adja Mohácsinak. Mohácsi. Adorján rápróbál, és nem sikerül értékesíteni a helyzetet. Jöhet a kontrában Schneider. Elveszett a nagykálóiak lábai között.
az tudniillik, a Nagykállóról ment ki. Elveszett, nem veszett, mindenképp a nagykállóiaknak volt hozzá közük. Schneider kifáradt az oldalvonalra, a beadáshoz. Mert erre a támadásra van idő. Zsíros továbbadta Uginak. Ezt ki is használja Ugi, hogy véletlenül sem adja el a labdát. Ugi elrontja, de megszerzi a lepattanót. 85-72-re nyert a Nagykálló KE az LKF Hézgépszók csapata ellen otthon. Erős meccset láthattunk. És egy hihetetlen meglepetés mérkőzés volt, én azt gondolom, hiszen a második helyen álló Egriek a 9. helyen álló Nagykállótól kaptak ki. Egy vereség nem a világ, a bajnokságot még nem vesztették el. Ne feledjék, hogy jövő héten LKF Hézgépszolg SEL Vamszeles és Salgótarján mérkőzés 5-től a Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban. Mára búcsúzunk, operatőr kollégánk Kaló József, Fülöp Zsolt és Szalai Nikolett hallották. A viszonthallásra, viszontlátásra. Viszontlátásra.